Köszöntöm a Dombó TV nézőit! Hat vár hat rád. Ez a neve annak a túrának, pontosabban annak a hagyományteremtő túrának, amely június 27-én kerül megrendezésre. Ennek részleteiről Dombóvár város polgármesterét, Szabó Lórántot kérdezzük. Köszöntöm a stúdióban! Üdvözlöm, szép napot kívánok! Mit is jelent a hat vár, és miért is hat ránk? Kevesen tudják, hogy Dombóvár környékén több vár is található. Nyilván vannak közöttük közismertek, így például a Szigeterdei vár, vagy a Gólyavár, ahogy más néven hívjuk, ugye a Dombópál vára, vagy Döbrökközön a Verbőci vár, illetve sokan tudják, hogy van egy római kori úgynevezett süllyet, vagy ahogy az időseink mondják, Süllettvár, vagy Iovia római nevén. De ugye ez az utóbbi, ez nem illik ebbe a csoportba. Ugyanakkor a három említett középkori váron kívül van még három olyan középkori várunk, amelyet alig ismernek, és hát valljuk be őszintén, hogy nagyon kevés írott és tárgyi emlékünk van ezekről a várakról. Ha ezt a hat várat nézzük, akkor sorrendben a következők, Döbrökközről kiindulva ugye a Verbőci vár, található Szarvasd puszta közelében a Kaposparton egy szintén középkori vár, aztán ott van Leányvár, mely vélhetően Kaposszegcsőnek a vára volt. Talán úgy tudnám közelíteni földrajzilag, hogy ahol a Bátaszék és a Pécsi vonal elágazik egymástól, a deltában található. Aztán egy nagyon ígéretes, sokat sejtető, elég érdekes mondavilág és története kapcsolódnak Dáró vagy Daru várához, ez Jágornakon található, és hát ott van a Gólyavár, ahogy említettem, illetve a Szigeterdei vár. Hogyha ezeket a várakat értelmesen összekötjük, az értelmes alatt azt értem, vagy azt gondolom, hogy megpróbálunk egy jól bejárható útvonalat kialakítani, amire hát nekünk azért több hetünk elment, mire megtaláltuk az ideális, optimális útvonalat, akkor kapunk egy olyan túra útvonalat, amely 32 kilométer. Ez nem annyira sok, aki teljesítmény csúcstúrákhoz szokott, de hát nyilván nem is kevés. És hát azért, aki ezt a 32 kilométert legyűri, hát az a nap végére nem fogja elmondani, hogy ez a hat vár nem hatott rá. Nagyon el fog fáradni, nagyon szomjas, nagyon éhes lesz. Ugyanakkor még nagyon sok információt meg fog szerezni a nap folytán, tehát biztos, hogy hatni fog rá. Innét jött ez a kis játékos kifejezés. Mi a fő célja a túra megszervezésének? Többes célunk van. Egyrészt ez egy, ahogy mondtam, teljesítménytúra, tehát az egészséges életmódra ösztönöz bennünket, hiszen azért a 32 kilométer legyűrése, lemértük többen többször, az körülbelül 2500-3000 kalória között van. Ha ez még hozzátesszük azt a kalória mennyiséget, amit óhatatlanul elfogyaszt az ember, akkor lesznek olyanok, akik 4500 kalória fölé fogják tornázni a napi teljesítményüket. Úgy tudom érzékeltetni ezt, hogy azok a bányászok, akik régen lent 12 órát gyűrték az ipart, ők vesztettek 4500-5000 kalóriát, tehát ez igazán egy strapás nap lesz. Aztán az élmény, az nagyon fontos szerintem, hogy ráérezzünk arra, hogy micsoda értékek vesznek bennünket körbe, és minél többet tudjunk meg ezekről a várakról. Aztán lesz egy kis ügyesség is benne, mindenféle kalandos feladatokat meg kell oldani. Erre azért is szükség van, mert tényleg van a túrának egy olyan szakasza, ami a Kapos parton, illetve a hozzá kapcsolódó patakpartokon halad, ami azért valljuk be őszintén annyira nem izgalmas, bár aki arra jár először, azért adnak rejteget meglepetéseket. Sok ilyen kis szakaszokkal megtörjük a túrát, és ott mindenféle ügyességi dolgokat találtunk ki. Ugyanakkor ennek az is a lényege, hogy erre a napra bevezettünk egy új pénznemet, úgy hívják, hogy Verbőcius, és mind a túra teljesítésével, mind ezeknek az ügyességi feladatoknak a teljesítésével minél több Verbőcius lehet a nap végére összegyűjteni, de ez nem oktalan, hanem, vagy céltalan, hanem fel lehet használni ezt a játékpénzt, és a túrához, ez a hagyományteremtő naphoz kapcsolódóan mindenféle emléktárgyat lehet vásárolni. Kifejezetten ide kapcsolódó sapkát, pólót, karkötőt, készítünk olyan kis lapocskát, amit túrabotra lehet ugye rászegelni, aztán lehet pénzt verni ezen a napon, de csak azoknak, akik végignyomják a 32 kilométert.
Ugyanakkor akiknek az egész nem sikerül, vagy csak kíváncsiak az emléktárgyakra, őnekik is lesz lehetőség vásárolni. Viszont akik teljesítették a túrát, egyedi emléktárgyakat csak ők vásárolhatnak, egy másik típust azok, akik szeretnének emlékekkel távozni. A túra jellemzően milyen útvonalon vezet keresztül? Milyenek a természeti adottságok? Nagyon változatos, hiszen több tájegységet is érint. Ez az én lelkemet külön is melengeti. Döbrököznél ugye a Kaposnak egy teraszigetéről indul a túra, tehát a Kaposföld az, ami kapcsolódik hozzá, illetve Döbrököz maga, ugye az a Tolnai hegyhátnak a szomszédságában, Talpánál található. Ott elég komor, a mi szemünknek nem annyira megszokott, jóval komolyabb felszínformákat találunk. Persze azért ezek se hegyek, hanem dombok, de azért itt a lejtésszög, a kinézet azért az jóval meredekebb, mint itt Dombováron, amely már ugye a délkülső Somogyhoz kapcsolódik. Itt azért kisebb felszínformákat, szintkülönbségeket találunk, illetve a domborzatnak a tagolódása nem olyan komoly. Szarvas már ezen a tájegységen van, aztán visszazökkenünk ugye a Kapos völgytalpára, ahol síkságszerű területen haladunk, egészen addig, amíg a Liget lakótelepet követően a Gyergesnél el nem érjük a Zselicet. Megint egy jóval tagoltabb tájegységről beszélünk. A Dáróvár igazán izgalmasnak ígérkezik, hiszen maga a vár, egy régi felírás, feljegyzést találtunk róla, úgy elemezték, hogy Dáróvár oly meredek dombon található, hogy a birkák lehullanak róla, tehát már a birkák se nagyon tudnak fölmászni. Ezzel most nem jellemezni akartam, hogy a birka, aki fölmászik, hanem valóban az állatokat jellemezték így, hogy lehullanak. De azért nagyon fontos lesz a biztonság. Itt például úgy építjük ki a pályát, hogy köteleket fogunk kifeszíteni. Elkerülendő, hogy valaki a keleténél gyorsabban érkezzen le a völgytalpra, illetve hát nehogy valami térd vagy bokabicsoklás legyen. És aztán visszazökkenünk megint a Kapos völgyébe, hogy aztán a szigeterdő úgy záródja, mint ahogy kezdtük a napot, ismét egy olyan teraszszigeten áll a vár, mint ahol Döbrökközön. Mint említette, különböző állomások lesznek kialakítva a túrán. Milyen állomások ezek, mi várja a résztvevőket ezeken az állomásokon, ha kis betekintést kaphatunk erről? Igen, hát minden várnál lesz ugye állomás. Ott rámegyünk a várról információk adására, illetve a váraknál is, és ezen kívül is öt helyen olyan ügyességi állomásokat alakítottunk ki, melyeknek a teljesítése nem lesz bonyolult. Inkább játékos, vicces, hogy minél több élménnyel távozzanak a résztvevők. Ugyanakkor lesz azért olyan, amit az meg fognak gondolni, hogy teljesítsenek-e. Ugyanakkor ezek meglepetésszerűek lesznek, egyet fogok elárulni, hogy de ez a legdurvább, hogy mire lehet készülni. Tehát a Dáróváránál azt a galátságot fogjuk elkövetni, miután nagyjából egy olyan 24-25 kilométer már benne lesz a résztvevőknek a lábaiban, hogy viszonylag sík terepről fogjuk megközelíteni a várat, de az út további része, ahogy mondtam, egy nagyon meredék útvonalon megy le egy völgybe, ahol kötelek lesznek. Most, hogy valaki leér az aljára, ott egy csinos fiatal lány át fog adni egy masnit az illetőknek, a vállalkozóknak, nem lesz kötelező teljesíteni, és azt fogja mondani, hogy ő azt kéri, hogy ezt a masnit vigyék vissza a várba. És hogyha visszaviszi valaki ezen a nagyon meredek domboldalon, akkor 5 verbőciusszal fog gazdagodni. Hát kíváncsi leszek, hogy hányan fogják ezt teljesíteni, de még egyszer mondom, ez nem lesz kötelező, aki azt mondja, hogy tele van már mindene, nem szeretne visszamászni a várba, akkor ő nem kap plusz pénzt, plusz pontot idézőjelben, hanem akkor ő tovább gyalogol és halad a Gólyavár felé. De ez a legdurvább feladat, lesz egy csomó olyan, amit gyerekek is zokszó nélkül tudnak, vagy próbálhatnak teljesíteni, ezért az ügyességre mindig szükség van, és hát lesz olyan, ahol azért a szerencsében bízni kell. Én azt gondolom, hogy a nap végére, aki ügyes, akár 40-50 verbőciuszt is össze tud szedni, ez nagyjából arra lesz elég, hogy tulajdonképpen majdnem minden ajándéktárgyat meg tud időzélbe vásárolni, tehát gazdagodni fog egy nagyon klassz pólóval, egy oklevéllel, egy pénzzel, egy sapkával, tehát minden, ami a túrához kötődik, az ott lesz az ő kis vitrinében. A kis plakettről annyit szeretnék mondani, ami ugye túrabotokra szögelhető, hogy az idén bronz színű lesz, aztán reméljük, hogy jövőre újra megszervezhetjük akkor ezüst, harmadik évben arany, negyedik évben platina,
Az ötödik évben nem tudjuk, milyen színű lesz. Egyelőre 4 évre előre látunk, azt gondolom, hogy ez is elég szép előrelátás. A feladatok megoldásában és ugye az egész túra alatt valamilyen segítséget kapnak a résztvevők? Olyan értelemben igen, hogy azért még egyszer mondom, a túra alapjaiban nem veszélyes, de hát önmagában az élet veszélyes, ugye? És azért szeretnénk kiküszöbölni minden baleset meg egyéb felelőtlenségből adódó problémát. Ezért ott, ahol úttesten megyünk át, netán vasúton megyünk át, a rendőrség és a polgárőrség biztosítani fogja a területet. Nyilván express vonatot vagy intercityt nem fognak azért leállítani, de arra oda fognak figyelni, hogy nehogy valaki butaságot kövessen el. Van az úton 2 darab olyan híd, amely patakot szel át. Hát nem azt mondom, hogy veszélyesek ezek a hidak, de azért oda kell figyelni, hogy hogyan kelünk át. Illetve lesz egy palló, amely szintén egy patakot ível át. Ezek a hidak, meg ezek a pallók évtizedek óta ott vannak, rengetegen használják. Ha valaki netán beleesne a pallóról vagy a hídról a kis patakba, nagy problémája nem hiszem, hogy lesz azon kívül, hogy kellemesen megfürdik. Ettől függetlenül minden ilyen pontnál lesz ellenőrzés, ott lesznek a segítőink, tehát semmi nemű baleset vagy hülyéskedés ne forduljon elő. És még egy nagyon fontos dolog, hogy úgy tervezzük a túrát, eleve mindenkivel aláíratunk egy papírt, ha saját felelősségére vállalja a megmérettetést, tehát úgy tervezzük a túrát, hogy bizonyos időintervallumon egyes pontokra oda kell érni. Erre azért van szükség, mert tanultunk egy másik túrából, ahol már az utóbbi időben, ez a túra most már befejeződött sajnos, de az utóbbi időben én azt tapasztaltam, hogy egyes fiatalok ilyen nagyon-nagyon buliból mentek el, nem érdekelte őket az, hogy lenyomják azt az 50 km vagy 44 km, és már a túra első szakaszán hótrészegek voltak, és hát azért okozott fejfájást a szervezőknek, hogy a éjszaka összekaparják őket, mi van, hol tévedte, hova mentek. Tehát mi azt mondjuk, hogy egy bizonyos időintervallumon, amit kényelmesen teljesíteni lehet, oda kell érni, egy darabig várjuk őket, ha nem ér oda, akkor nem kapja meg az igazoló pecsétet, tehát az azt jelenti, hogy ő már a számunkra nem teljesítette a túrát. De mi azzal nem szeretnénk foglalkozni, hogy éppen ki hol, mivel szórakozik ellenünkbe, vagy a mi felelősségünkre, tehát azért ilyen formában szervezzük ezt a túrát. Ugye különböző programok és előadásokkal tarkítva lesz a túra. Milyen előadásokra számíthatunk? Igen, a túrához kapcsolatban még annyit el szeretnék mondani, hogy nyilván nem kötelező semmi. Több kiszállási pont is van. Egyrészt azt külön buszjáratokkal meg fogjuk oldani, hogy Döbrökközre kijussanak az emberek. 3-4-7-kor, illetve 6:30-kor indulnak ezek a buszok. Az egyik az indul innét a művelődési háztól, és lemegy a nagyállomáshoz, hogyha netán valaki vonattal érkezik, felszedje őket. Aztán indul egy direktbe Újdombováról, és indul egy járat, ami Szöllőhegy, temető, Rákóczi utcai temető, Tüske, Gunarasba szedi fel az embereket. Tehát az a cél, hogy 7 órára kint legyen mindenki, fél óra a regisztráció, és kezdődik a program kint Döbrökközön is, ahol Verbőci István és Szekcsői Herceg Katalin felesége fogja indítani a túrát, hatalmas ágyúrobajokkal, illetve a korra jellemző lant zenére, középkori hangulatot árasztva, és a döbrökköziek fogják megvendégelni a túrázókat, kis energiafeltöltés lesz. Ilyen élményszerű, eseménydús, a középkorhoz kapcsolódó elem lesz még a Dáróvárban, ahol mindenkit lovaggá ütünk, aki kéri, igazi középkori lovagok fogják ezt végezni, és hát a túra zárása az ugye Szigeterdőbe lesz, ahol már 12 órától egy középkori vásárt szervezünk, mindenféle kiállítással, vásárosokkal, mindenféle kézműves foglalkozással. Maga a kulturális programrész az 15 órakor indul. Középkor, amikor ugye itt volt a török is, ugye nem múlhat el a hastánc nélkül. Aztán lesz gyerekeknek Vitéz László báb előadás, majd kezdődnek a középkorra közvetlenül kapcsolatban lévő programok, így például a középkori divat bemutatót tartunk, lovagoknak, török seregeknek a harci bemutatójára kerül sor. Szervezés alatt van egy igazi lovagi torna, úgy rendesen kor kopjával ütögették ki egymást a ló nyergéből, de a nagy attrakció az 19 órakor lesz. Erre az alkalomra külön egy színdarab
író fog egy olyan dramaturgiát, egy olyan játéksort összeállítani, ami elmeséli Tinódi Lantos Sebestyének, illetve hát először csak Tinódi Sebestyének a megsebesülését, mely tudtunkkal 1536 körül a Dombóváránál lehetett a Kaposmezőn. Na most ez a mondat egy kicsit a fantázia szüleménye volt, én ezt elismerem, de amíg ezt nem tudja senki megcáfolni, hogy ez valóban itt történt a Kaposmezőn, addig szerintem hagyjuk meg magunknak ezt a jogot, mert azt tudjuk, hogy Tinódi itt sebesült meg valahol Dombóvár környékén. Hogy pontosan melyik évben, azt nem tudjuk, de 1537-38-ról már van olyan feljegyzés, hogy az ő verseit használják, ami azt jelenti, hogy addigra már sebesültnek kellett lenni. Ugyanis Tinódi, amikor megsebesült, többet kardot nem tud fogni, onnét kezdve lesz lant dalnok, járja az országot. Tehát, hogyha lant volt a kezében, az azt jelenti, hogy addigra neki már a sebesülése megvolt. A feljegyzésekből azt lehet tudni, hogy a törökkel vívott csatában kapja a sebesülést, hogy ez most egyéni, párban jellegű viadal volt, vagy valóban egy csata, ezt se tudjuk igazán. De hát azért jó ezekben a harci játékokban egy ilyen kis fantáziát belevinni. Ebben az időben egyrészt Verbőci Istvánhoz kapcsolódik az ő ténykedése, másrészt pedig Török Bálinthoz. Majd Verbőcinek a fia Verbőci Imre, a híres török verő, ugye az apa, ugye az a híres jogtudós, a tripartitumnak a szerzője, Magyarország első jogtudományi alapművéről beszélünk, és hát a fia Verbőc Imre, ő annyira nem írogatott, inkább hupált a törököt, és hát Tinódi az hű követője volt, ekkora már nemesi rangot kap Tinódi az írói és dalnoki munkásságáért. Azt is szokták különben róla mondani, hogy a magyar újságírásnak ő az atya, vele indult, hiszen a híreket közvetítette, és egy csatát közvetít Kozári mezőn, Kászon Basa, majd később Bég, annyira is tudom a rangok közötti különbséget, elég hírhet volt a rossz cselekedeteiről. Most Verbőcinek a serege nagyon elveri Kozár mellett, 90 fejet levágnak, az becipelik Döbrökközvárába, 210 foglyot ejtenek, tehát igazi nagy diadal volt ez a Kozári mezőn aratott diadal Kászon Bég felett, és hát Verbőci ott van a csata mellett, lehet, hogy Dombocskáról közvetített, mint ön esetleg újságíróként, csak ugye nem élőben, hanem ő a versen keresztül. Hát sajnálatos módon aztán pár év múlva a török revansot vesz, elfoglalja a környékbeli várakat, így Döbrökközt is, sajnos kikergetik Verbőcit. Tehát ezt a csatát fogjuk eljátszani. Azt is tudjuk, hogy Verbőcinek a feleségét Katalinnak hívták, volt öt gyermeke. Lesznek benne komoly ütközetek, hatalmas ágyurobajjal, akkorában, hogy ilyenkor ugye általában az emberek befogják a fülüket, holott nem ez a jó megoldás, én tüzér voltam, ilyenkor ki kell nyitni az embernek egy picit a száját, hogy a dobhártyája ne szakadjon be, tehát ilyen élményben is részese lehet az ott lévőknek, és akkor megvívnak egymással a török és a magyar seregek. Hát borítékolni lehet, hogy ezen az estén a magyarok fognak győzni. Tehát ez lesz 19 órakor, és akkor 20 órakor. Hát az ember mit találjon ki egy ilyen záró programként? A középkori zene az szerintem annyira azért nem dobja fel az embereket, érdemes hallgatni, meg nyilván tudja az ember, hogy milyen a stílusa, de azért valljuk be őszintén nem egy ilyen bulizós zenéről beszélünk. Ilyen négyszögbe lerakott keringőt meg szerintem nem sokan szeretnek járni, ezért Mobilmánia koncert lesz a P-Mobilnak az utód, vagy hagyományőrző zenekara, amire egy jót lehet törjöngeni a nap végén. Ha meg kellene fogalmaznia, ön szerint mit nyújt ez a túra, mivel gazdagodhatnak azok, akik részt vesznek a teljesítmény túrában? Az önbecsülésüket biztos, hogy emelni fogja, hiszen egy olyan teljesítményt tudnak nyújtani, ami azért nem mindennapos. Másrészt meg az önbecsülésen túl egy olyan fajta tudása gyarapszanak majd az emberek, amivel az identitásuk, az, hogy ők dombováriak, emelkedni fog, hiszen rá fognak jönni, hogy sokszor ugye Dombovárra azt szokták mondani, hogy mi van itt, meg érdektelen, unalmas, stb. És azért, hogy belemászunk a dolgokba, mind régészeti feltárásokkal, mind a természetvédelem terén, vagy így a történelem terén, azért, ha utána járunk dolgoknak, azért kiderül, hogy igen, gazdag volt a történelmünk, gazdagok azok a még meglévő romjaink, épületeink, amiből a múltat építeni lehet. Tehát úgymond szerintem a büszkeségünk ezáltal, a nap által biztos, hogy erősödni fog.
Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és várunk minél több érdeklődőt erre a napra. A nézőknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!